A mediterrán életérzést kereső magyar házaspár Ábel és Adrien 7 éve döntött úgy, hogy mindent hátrahagyva két bőröndel és egy macskával nekiindul a nagyvilágnak. Akkor még nem sejtették, hogy pár év múlva egy sikeres vállalkozásba fognak Máltán. Teljesen lenulláztuk az életünket, akkor nekem nagyon hiányzott az, hogy legyen valamilyen alkotó tevékenység, amit folytatok, de semmim nem volt hozzá, mert mindent otthon hagytunk, ami nekem otthon ehhez felszerelésem volt. Mindenképpen egy mediterrán országba vártunk, leginkább a sok napsütés miatt, amire nekem volt szükségem. Otthon meg már minden össze volt pakolva, már eladogattuk a dolgainkat, már útra készen voltunk gyakorlatilag, és az utolsó pillanatban egy ismerősünk hazajött a nyaralásból, és lelkendezve mesélte, hogy Máltán nyaralt, és kicsit így összehúztuk a szemünket, hogy Málta, hol is van az a Málta pontosan, ezt most meg kell néznünk a térképen, mert annyira nem volt képben az előtt nekünk Málta. És akkor ők meséltek Máltáról, az egy hét élményeiről, és talán néhány napot még utána néztünk az interneten, és aztán fogtuk magunkat, és lefoglaltuk a repülőjegyet. A külföldi beilleszkedés során igen sok nehézség adódhat. Sokak ambiciózus lendületet törik meg hirtelen, és kedvüket veszítve térnek vissza a megszokott hazai környezetbe. Ám Ábel és Adrien számos kompromisszumot kötve úgy döntött, alkalmazkodik a körülményekhez. De nagyon sok dolog van, amit nagyon szeretünk itt Máltán, viszont nagyon sok dolog van, amit nem szeretünk, és olyan sok dolog van, amit soha nem fogunk megszokni. Például nagyon szeretjük azt, hogy szinte 300 napon keresztül egy évben süt a nap, közel van a tenger, rengeteget lehet fürödni, hosszúak a nyarak. Málta tengerpartjain sétálva Adrien egy igen különleges természeti csodára lett figyelmes. Bizonyos kaktuszfajták, mint amilyen a fügekaktusz, nem mindennapi külseje rendkívüli szépséget rejt magában. Mindig is foglalkoztam kreatív dolgokkal, különböző kézműves alkotásokat készítettem azelőtt is, és itt nagyon hiányzott ez. Ezért valójában én már hónapokon keresztül olyan szemmel keltem, hogy kerestem, hogy mit tudnék itt alkotni valamit. És amikor megláttam az egyik fügekaktusz növényen ezt az elszáradt belső vázat, ezt a csipkés szerkezetet, ez teljesen lenyűgözött, és az akkor hirtelen jött egy ilyen sugallat, hogy ebből kellene készíteni valamit. Most képzeld a kaktuszt egészbe, azokat én áztatom, szétbontom, napon szárítom, szétszedem a rétegeket, és akkor még ezek a kis aprók is részletek, mik tele vannak földarabkákkal, azokat én kimosom, fogkefével, körömkefével kitakarítgatom, napon megszárítom ilyen egységekre, és száradás után különböző formákat keresek, például itt vannak ezek a levélformák, ezek nagyon szépen adják magukat, hogy a fülbevalónak. Tehát nem szeretnénk ezt egy hatalmas multivállalkozásra fejleszteni, viszont nyilván szeretnénk azt, hogyha ismertek lennénk legalább Európában, már csak azért is, mert ez egy nagyon egyedi dolog, amit készítünk. A házaspár ugyan távol él a szülőhazától, mégis mindent megtesznek annak érdekében, hogy magyarságukat megőrizzék. Elég sok magyar él itt Máltán, és főleg a nyári hónapok során az ember sétál a tengerparton, vagy bent a városban, akkor elég gyakran hallani magyar szót. Érezzük, hogy például pusztán az, hogy itthon magyarul beszélünk egymással, ez fenntartja azt az érzésünket, hogy honnan jöttünk, mert amikor ide költöztünk, a férjem egyáltalán nem beszélt még angolul, és itt sokan javasolták, hogy mivel én tudok angolul, már akkor is tudtam, hogy otthon miért nem beszélgettek angolul, és akkor a férjed megtanulna angolul. És mindig azt mondtuk, hogy a nyelv az egyetlen, amit magunkkal tudtunk hozni. És ezt meg kell tartanunk. Már két otthonunk van. Málta is már az otthonunká vált, de az biztos, hogy
hogy az eredeti otthonát az ember ahonnan jött, ahol felnevelkedett, azt nem lehet elfelejteni.